A 28. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon több díjat is nyert az Utószezon című magyar film. A rendező mellett színészi játékáért külön díjat kapott Páger Antal. A film Kossuth díjas rendezőjét Fábry Zoltánt a Mafilm Pasaréti stúdiójában találtuk, ahol asszisztensével már új munkáját készítik elő. Az Utószezon eszmei mondani valóját Fábry Zoltán így foglalta össze. A felelősség kérdéséről van szó ebben a filmben, de nem leegyszerűsített formában, sokoldalú megközelítéssel, társadalmi felelősségről is, és egyéni felelősségről. Vannak korok, mint például a fasizmus, amely olyan társadalmi atmoszférát teremt, hogy az emberben félelmeket halmoz föl, és a félelmek következtében az ember olyan tettekre ragadtatja magát, amelyeket különben nem követne el. Ugyanakkor, ha elköveti ilyen közegben ezeket a tetteket, az egyéni felelősség alól mégsem menthető fel. A filmet az október végén kezdődő harmadik pécsi filmszemlén is bemutatják.